Útellenőrök tettek feljelentést a szolnoki rendőrkapitánságon, mert ismeretlen tettes elvitte a Rákóczi falván útfelújítási munkálatok miatt kihelyezett oldalakadályt jelző táblákat. A jogsértő magatartásával a közúti közlekedés biztonságát veszélyeztette. A bűncselekményt kamera rögzítette, ezért a felvétel elemzését követően már biztosan tudták a nyomozók, hogy kit keressenek. Egy 60 esztendős férfit számoltattak el a bűncselekménnyel kapcsolatban, aki rögtön elismerte, hogy ő vitte el a táblákat. A rendőrök a közlekedés biztonsága elleni büntett és lopás miatt hallgatták ki az elkövetőt. A férfi elmondta, hogy éppen egy hölgy ismerősével váltott üzeneteket a gépkocsiában várakozva a felújítási munkákkal érintett útszakaszon. Eközben figyelt fel az úton kihelyezett jelzőtáblákra, majd gondolt egyet és a hét táblát eltette, hogy az éppen készülő garázsába beépítse azokat. Kutatás során a rendőrök megtalálták a táblákat, amelyeket a későbbiekben visszaadnak a sértetnek.